70, hát olyan 700-800-nál van, tehát 700-800, tőled teljesen észak-keletre, azaz észak-nyugatra, bocsánat. Te most ezt az endben csinálod? Az igen, Szigor, ezt kap ki. Még egyelőre itt tehát van. Tehát észak-nyugat. Hallod, Szigor? Mondjad. Leraktam a netherbe ezt a Blast Furnace-t, és már 300 foktól kezdődött. Ja, bocs. Az a nem mindegy. A rotor is. Aha. Az ocott. Képzeld, hogy az én szarházi bajomomba egyszerűen megállt a tudomány így 580 foknál és 600 fokkel. De ezt csinálja egyébként de... azzal a mehapáncéllal is, azt tudjátok. Ja. Mehapáncél. Koordináltak, pontosan. Én egy biomot tudok neked mondani, ott nagyon sok anyag van. Te mondjad. 600-800. Tehát 600 és 800. Jó. Igen. Tigor. Elmegy ez a picsába. Hát ez nagyon és hogyha jó. Azt kicsinek találod azt a bajomot, akkor relatíve közel van hozzá egy másik. Ahogy, hogy egy pár darab kell nekem lecsinálva. Ott pillanatok alatt kiszedsz azért fél inventorit. Minden fajtából, sütött agyagból is, meg rendes agyagból. Mit csinál ez az ostoba? Nem az én nether portálomhoz vezetett vissza. Ezt tedd ugyanúgy koordinátára a netherben, akkor máshol nem fogod tudni megoldani. Van egyébként már vagy 6 portál netherben. Azokat mindig koordinátára húzzátok össze, különben össze fognak akadni. Ha koordinátán van, akkor hát az, hogy megnézed, hogy mit tudom én, a érdemes először az Overworld-ön lerakni. Hát mert én azt megoldottam. Könnyebb felszorozni 8-al, mint visszaosztani. Én lerakom és utána nyitom csak meg. Nem. Mondjuk azt is meg tudod, hogy mit tudom, megnyitod az egyik oldalt, de nem mész át rajta, hanem átmész egy másik kapun, oda mész, és azon a koordinátán nyitsz egy másikat, és azt begyújtod, és akkor mész át. Az a legfaszább. De igazából az a lényeg, hogyha mondjuk van egy nether kapud, mondjuk Overworld-ben 100-100-on, nem rosszul mondtam, tehát hogyha a netherben van egy kaput 100-100-on, akkor azt Overworld-ben 800-800-ra kell tenni, pontosan hajszára. És akkor az a két kapu az minden esetben össze fog kapcsolódni, még akkor is, hogyha van 50 egységen belül mondjuk egy másik. De akkor ezt hogyha csak úgy tudom megcsinálni, hogy nem gyújtom be először a kaput, nem? Nem, be lehet gyújtani egyébként, de akkor, hogyha átmész rajta, akkor ő fog generálni egy netetsző ponton, és akkor azt először aha, elüssed. Apa, nem is a házam felé megyek. És akkor visszamegyek, és felépítem ott, világos. Igen, igazából itt ezt úgy oldottam ezt meg, hogy netherhardnak egyébként. Netherbe, amit találtam, én azt lebontottam, mert eddig úgy mondtátok, hogy csak egy portál legyen. Vagy hát akkor azt jól is tetted. Mert amiket én hogyha így találgattam... Hogyha címre vannak húzva, akkor azok jó képességgel. Csak akkor hát azok legyenek címre húzva. Össze-vissza vitt. Hát akkor azt úgy kéne, hogy akkor kitáblázni. Kit kell táblázni, igen. Ami nincs tábla, azt ki kell ütni. Én azt csináltam, hogy már kiütöttem vagy hármat, mert megint az lesz, hogy a házam tetejére fog spónolni nekem a portál kapu, akkor én megőrülök, de akkor tükörrugok valakit. Ez az! Én jártam már úgy, hogy hogy a házam tetejének az a... nagyon bosszantó. A tele az a házam tetejének a külsején volt, a másik fele belelógott a tetőmbe. Mert az előző pályán, szerintetek? Ja igen, ott te is kaptál. Hát bum, hányszor megcsinálta a házam tetejére meg a izér, és egyszer sem szólt volna, hogy ő volt, hogy bocsi vagy valami. Egyszer sem bontotta le. Így van, ezért mindig ott kell egymás mellé költözni. Hát ez is egy jó, hogy ne legyetek egymás mellett. Na itt van már a macskám, Amadeus, ezt hiányoltad. Jaj, mit csinál? Hát éppen az agyamra megy. Miért? Hát szerinted? Egyfajta mit akar mászni. Hegyem ebbé. És miért nem engeded oda? Mert csak. Távol tartani a creepereket. Macska! Hegyem a békén! Ezt itt van a monitorom mögött. Szigorú. És játszani fogsz vele. Kár, hallott, kár, hogy nem tudod játékba ide adni nekem. Öcsém, itt van a monitor mellett. Halljátok? Hogyne. Jaj, macska! Ide. Ez nem az. szerintem akkor csinálok a másik oldalt egy újabb nether port.
hogy akkor az enyémhez vezessen vissza. Ugye? Csinálható, úgyis a másik oldalt fog kikötni. Még így csinálni a matekot, és akkor jó lesz. Szorzó, ugye? Igen. Köszönöm. Sőt, még rosszabb, csinál majd még egy kaput. Várjatok. Akkor elvileg... Na, most már értem, miért izéhez kötöttem ki. Ne! Az okos! Most mentel a kedvem a játéktól. Na, mindjárt na mit csinált a macska? Nem. Aj, oda veszett minden a lávába. Kiütöttem ezt a hülye hit, ezt a kemencét, tudod? És beleesett. Ajaj. Szigorít vagy? Mhm, uh-huh. Fél óra. Oké. Oké, oké. Úgyhogy... csináltam egy villager farm. Most buktam az egészet, mert nincsen több ilyen stílem. Ilyen Rosary Craft a stílem. Nekem van egy pár darab, odaadom neked, oké? De nem, mert kereskedünk most. Úgyhogy találom el. Hát kereskedünk persze. Na, már meg rossz lilához megyek. Miért van ennyi fajta lila? Na jó. Felrobbant mellettem a Firebat. Felrobbantott egy Firebat, az hogy? Na most ment el a kedvem a játéktől. De hogy is csak úgy érzed, hogy dobjál egy sört meg egy felest. Várja. Van agyagod? Van agyagom. Kacsa, vagyod? Elég, hogyha én csinálom. Mit? Szipogást. Mit? Szipogást. Ja, bazd meg, most mit csináljak vele? Fújik az orrodat. És ő is felrobbant, mint te. Kacsa, hogy mérgében felrobbant. Nem, felvettem Gravity Gunnal a... Ne bosszantsátok a... Ne bosszantsátok a kacsát. De hát nem sikerült. Ezek szerint kacsa, ahogy mondják, a Gunpowder-t reggelizott. Uh-huh. Basszus. Szegény Marcinak a házát itt el átjárónak használom. Hát ezt nem fogjátok elhinni. Bőven nem. Mondd, hogy nem. Bizony nem. Hogy nem. Már el is vesztek az utcaim, halljátok? Megsült az egész utca lávában? Nem lávában esett, ez a vicc. Marra hát jó. 5 perc basszus, hát nehogy már. Annak ott kell lennie. Keresd tovább. Hát itt nincs. Pontosan azon a helyen vagyok. Hát nézd meg, hova szólódhatod szét. Hát de nincs itt. Akkor tudja, hogy láva. Nincs, de a láva az még jóval messzebb van. Ja. Figyú, keresd följebb nekem, valamikor följebb spawnoltak egy szinten a cuccai, egy fölötte levő folyosóba, egy bányába haltam meg. Ja, lehet, ja, igen, felette, bocsánat, igazad van. Itt vannak. De ilyen van, tényleg? Itt vannak, meg vannak. Szigor ez valami szabály, hogy így fölé spawnolnak, vagy mi okozza? Halvány illa Dunston sincsen. Tehát néha van ilyen, oké. Okay. Na szóval. Itt vagy, Nari? Itt vagyok, mit akarsz? Amivel tudok segíteni, 2 ingotom van, 11 scrapom. Hát majd ingotot akkor kérek, jó? Majd megfizetem az árát. Hát a scrapot azt ki kell sütni, abból is ingot van. És tudjátok mi a legidegesítőbb az egészben? Ez művészet egyébként, ezt felvettem, hogyha látni fogjátok, hogy csalt nálam a játék. Mondjuk a baltam az elveszett, de mindegy, annak azért nem kár. Azért csak megnézem hát, ha tűzben van. Képzeljétek el, hogy átmentem a Netherbe, és hova dobott ki? Kocsának a régi bázisához. Érted? Szétütöttem azt a kaput, ott elvesztettem pehjemre, tudjátok a kemencémet, tudod? Visszamentem a portálon, és hol generálta le újra a portált? Pont jó helyen.
pont oda portált, hogy ahogy nekem, hogy nekem jó legyen. Tehát pont az én bázisomhoz. Na, de ez viszont pozitív. De érted, hogyha legelőször oda rakta volna le, tudod, akkor most ezzel nem lenne gond. Akkor most nem vesztettem volna el a cuccomat. Na mindegy. Ezért kell ahhoz ragasztani, de látszok, hogy tényleg egy portál legyen és... Tessék? Kacsa. De mondom, az a portál szét lett ütve, mikor én onnan elmentem. Nem, ez valahol a föld alatt volt ez a portál. Föld alatt? Mhm. Uh-huh. Egy ilyen járatba rakta le. És fogod, hogy mennék ez meg... Szerintem a játék kreálta. Fogod, hogy mennék ez meg pont hozzám fog vezetni. Igen, a játék kreálta, de azt mondom, hogy szándékosan szopalt a játék. Hát néznek. És pont a bázisomhoz vezet, tehát ezt nem hiszem el. Most a játék csak így, ezt majd megfeljátok nézni. És felraktunk egy Nari plugin. De nem, majd nézzétek meg. Majd nézzétek majd vissza. Tehát pont úgy rakta le ez a szemét a Nether portát, hogy nekem ne legyen jó, és amikor másodjára mentem át, akkor már jó helyre rakta le. Nari egy koordinátát adsz. Itt vagyok a spam mellett, tehát a spam, tehát ez igazi spam mellett. 340, minusz 60. Már átjössz az a building dotot? Igen, meg a scrapot. Na jó, lesz. Lehet nem kell a Blast Furnace-hez. Hallod? Hagyjad a francban, lehet nem kell a Blast Furnace-hez. Én oldalom, úgyse használom, azt majd. Ja, nem kell, hallod? Tényleg ne hozd. Most nézem, hogy az nem kell a steel. Csak én hittem azt. Jó, úgy jó hajtod. De azért köszi, de nem kell. Én is úgy emlékeztem, hogy kell, de nem. Most mehetek újra. Hát. Megcsinálni újra az egészet. Nem is tudom, hogy ezeket feltöltsem, ezeket a részeket. Miért? Hát kell egy ilyen is, nem? Kell egy küzdelme. De hát már vagy 6 része küzdök azért, hogy legyen Rotary Crafter Steel-em. Vagy azért töltsem fel, hogy lássák a nézők, hogy ilyen nehéz. Hát miért ne? Igazából szerintem ez is érdekli őket. Ja, mellékelni kell, hogy... Ne felejtsétek el, hogy hardba játszunk. Hát mondjuk hardba játszunk, az biztos. Jaja. Az a most következik az agyamra megy. Normál körülmények között kijössz este házból, nem jön rád 20 zombi. Hát meg azt se felejtsük el, hogy grepnek is van. De itt minimum annyi jön. Patch. De hardon van akkor is. Ez hiába patch. Ez igaz. Azt se felejtsd el, hogy tényleg rektekkel játszunk, tehát... Kemények vagyunk, az a lényeg. Na most már biztos, hogy jó lesz. Kéne még chunk loadereket csinálnom. Mennyibe kerül egy olyan? Arra megrendeltem, ami a Raycraft probléma. Az működik? Raycraftos nether? Igen. Vagy Raycraftos chunk loaderre gondolsz? Igen. Az nekem van. Ankor. Hát World Ankort használok. Én is csak azt használom. Az mennyit is tudod használni? Jaj ne! Aha. Megint megtámadasz valami. Tényleg a World Ankornak most van üzemanyag a srácok? Nincs. Nem. Bele se tudsz kattintani. De megnézted, hogy azt is kijavította Nodar? Mire gondolsz? Ja, izé. Mert most egy-két dolgot nem javított ki. Kihetnék World Ankort csinálni. Mi az? Mi a probléma, kocsa? Pizdvin megint nem működik. Pedig azt mondta, hogy azért volt a restart az előbb. Aha. Ugye, hogy azt mondta? Ja, akkor lehet, hogy működik. Akkor lehet, hogy működik. Megsér nézés, amíg akkor használunk? Másfél órája próbálunk. Elvileg bármit, de én személyesen izét használok, World Ankort. Én is World Ankort használok, hát csak de úgy gondolom, hogy... Ezt látnod kéne. Elvileg most mindegy, gyakorlatilag... Talán egy kicsivel jobb, hogyha a Raycraftosat használjuk. De én is azért használom azt, mert mondom a másik az ugye szórakozott az előző igen. Napon, akkor mondom inkább ezt használom, hogyha ez volt a jó. Most meg tudnád enni a macskámat, ő a Madus? Hát megenni nem szoktam őket. Pedig meg kéne. Ezt a kis butát. Most itt van rajtam és játssz az. Akkor ezt a kis maradék is eszit. Úgyhogy... Hát jó, feltöltöm. Lehet, hogy nagy szenvedés az egész, meg a 20. részig eljutunk. Legalább tudják, hogy ilyen. Így van.
hülyeség amúgy. Apa, jaj. Nem hülyeség. Hogy fognak majd szűrni? Úristen. Gondolod? Na, időközben elmentem egyet bagózni. Hajrá. Kitartás. Ja, hogy nem hagyják, hogy a macska. Itt vagyok, mond. Mangrovod van. Mangrove van. Jó. Igen, az itt van a szomszédomban egy csomó. Baha... Tényleg, én még tartszok neked egy settinggel. Bahagúni, az a problémás. Meg a tigris, lesz az is először, előbb vagy utóbb. Az, ha olyat találtok Tigert, azért nagyon nagy összegeket fizetek. Srácok. Micsoda? Az a neve, hogy Tiger Wood. Tiger Wood? Aha, ilyen tigris mintás. Jóban megyek, fogok egy tigrist elecigizni. Ilyen tigris mintás, nagyon szép fa. Ne kell sózni a farkát. Azért tényleg nagy összegeket fizetek, tehát ott már stackekben mérhetünk bármit. Nari, mindjárt odaadja neked a macska. Tösz. Itt van rajta a macska. A na, csofám az örgülőzik, ugye nem tudom, hogy égni a színnali. Oké. Ujjaj! Hát, hallod. Nyújtózkodik. Öcsém ez a macska. Jó, ezt láthatod ki. Na jó van, csinálok egy külön csatornát, YouTube csatornát, ahol a macskámot bemutatom. Jaj, jó. Hát nagyon kész. Hogy Minecraft-ezik. Nagyon kész tényleg, néha. Szagyamra megy. Okay. Jégkockát csak géppel lehet gyártani? Nem, illetve de. De. Töltáccsal is lehet szedni. Na jó, az nekem nincs. Hát figyelj, hogyha csinálsz ilyen gépi fűrészt, ha csinálsz, akkor az felszedi a jeget is. Úgy működik, mint a széktács. Inkább biztos az igaz. Ajajajajajajaj. Szerintem ebből vágni fogok egyébként, azért egy-két dolgot kivágok. Például a repkedést felgyorsítom esetleg. Ja, az nem rossz. Ha tépézek, tudod. Csak az a baj, hogyha meg akarom vágni, nem tudom, olyan szenvedés vágni egyébként. Rohacskidőt elemészt. Nem tudom, azt a tüzet eloltani. Hű, van ámlag. Nem laggoltok? Soha. Nem. Nem tudom, pedig 3 gyűrűen megvan adva ennek a játéknak. És az olyan 4 magas focinak nem kéne semmi. Menj a látótávolságot beállítok. Nincsen, csak normálra beállítva, azt hiszem. Video settings, normálra van beállítva a látótávolság. És a graphics? Az fancy. Azon nem fogok változtatni, az fancy marad. Nem mindig átteszem fancy-ra. Nem szeretem, akkor lombokon nem látok át, tudod. De, hallod, ez egyébként nagyon durva, hogyha úgy laggolsz. Hallod, szigor. Végre 580 felett. Na, helyes. Most már nem lesz gond. Jaja. Megvan a 600 fok, úristen. Végre csinálja. És annak ellenére rohadt gyorsan csinálja amúgy. Nee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 
9 stealing volt. Leszpónolt az első olyanunk, amiatt akarunk. Tudod? Valami rossz vasátik álltok. Csak nem a valami nagyon rossz vasátik álltok. Na, azt majd meg kell szakérteni. Hát ezt csak így próbálnak csináltam. Mert így értem, hogy... most már látszik az animációja. Mit találtam, Szigor? Mit találtál? Mi a kis kedvencedet. Ezért, na, hogy hívják azt a méhet? Nem méhecske. Breakfast. Which? Házik out. Ó, azt én is találtam egy párat. A kaldront azt vedd ki, mert csak égeted, akkor kapsz vasat. Tényleg bejött a izé? Bejött a koordinátatív? Jó.
akkor csinálunk, akarunk egy Steam Engine, Steam Engine. Cica, nem ne feküdjél már a kezembe, hát nem tudok kattintani. Öcsém, ez a macska. Úgy, Émi. Hallod? Úgyhogy nem jött be, hát ez egy olyan bajom te. Hogy a viharban nem jött be. Hát egy darabot nem találtam környéken, na mindegy. Ott van mellette még egy másik, nari, ezt is nari. El tudom mondani. Ha meg akarsz szabadulni a macskától, megmondom mit csinál. Mondom, picit pihenjél, 5 percet csak simogasd, és utána magától elmegy. De simogatom az előbb. Ha visszafelé simogatod, akkor sokkal gyorsabban elmegy. Jaja, tudod mi a poén a macskával, megmondom neked. Ha simogatod és jaj, összekened a bundáját, akkor ő egy idő után érzi magát, hogy na, nem jó, de arra megy, hogy azt megtisztítsa magát. Ja, hogy a zsíros tenyértől... Mindig úgy tudtam, hogy a zsíros az úgy érzi, hogy, mint hogy az anya nyalogatná. De, ez jó gondolat. Kicsica, igen. De addig még nem simogatod, addig nem hagy békén. Ezt vettem észre. Jó. Kettő baseball kell. Oké. Meg egy pepper. Na végre haladunk, srácok. Végre haladunk. Fogadjunk, az is. Olyan személyiség ez a Rotary Craft, mert vannak receptek, amiket shapeless craftingban kell, vannak itt meg work table-ben, tudod? És akkor... kiakaszt. Sose tudja az ember melyik? Na igen. Szervasztóan hát, hosszú ez az alagút. Mennyi van még az első kanyarig? Jó. Hát most újra kezdtem ezért, mert az elejét azt még a kis furóval csináltam, és ez most már nagyobb. Okay. És szélesítem a járatot, és gyakorlatilag nemrég kezdtem, úgyhogy... Steam Engine alá stop kell van. A lába, ugye? Ami mondjuk nem baj, mert rengeteg nyersanyag. Így van? Ja, képzelj! Kellemest a hasznos. Na. Beszarsz, amit csináltam. Véletlen. Rettegek. Akkor nem mondd el neki, nem mondd el neki, hát be fogsz szartni. Ember, gondolkozz ember. Vállalom a kockázatot. Na, szóval nagy nehezen csináltam egy ilyen Steve Cartos izét, mert volt 7 stack-sinem. Uh-huh. Volt alattam egy mansaft. És hát mondom, mi legyen vele, tudod, mi legyen vele. Hát, csináltam egy ilyen Steve Cartot. Leviszem, mondom, hogy elfúrok tudod a te alagutadig, és akkor oda becsatlakozom. Vágod. Uh-huh. Igen. Pont arra pont a végébe, tudod. Igen. Na. Mi van? Elindulok. Lávató alá. Nem tudtam elég gyorsan felszedni. Oda veszett a Steve Cart és az összes sín. Az a gázkacsa, hogy ilyenkor mindig olyat kell, hogy legyen benne liquid szenzor, mi a fene. Hogy érzékelje a... Meg is elvileg hát, meg kéne állnia. Te meg belefúrtál. Hát csak volt egy volt egy blokk, ahol befolyt a láva. A tetején. Uh-huh. Ah, yes. Mert elvileg nem csinál olyat, amivel magára húzza a lávát, azt nem te fúrtad? Nem tudom, jó kérdés. Nagyon valószínű. Ja, igen, mert hogy el akartam állítani, hogy tudod tovább menjen. Igen. Te meg segítettél neki. Hát jó, hát vigyázni kell erre. Egyet én is megsütöttem már egyébként. Kb. Hasonlóan, mint ahogy te. Okay. Most ott állok, hogy nincs izém. Nincs szenem, hogy csináljak egy másikat. Na, megint nincs most... szened? Jaj, hát... Azóta már bányáztam is szenet. Jó adagot. Ja tényleg, neked nagyotól most van forcsános csákányod. Ja. Ugye? Meg bizniszeltem Marival is, ha stacket.
Mit is? Volt ilyen 30 stack, de vagy 10-et megemelt a Steve Kárt, mire végzett. Nem, mire megcsináltad. Mit bizniszeltünk? Steve's 10 stacket. Annyit nem, de egy ilyen... Hát te milyen Steve Kártot csináltál, ember? Ja, pont fordítva, és pont rossz helyről akkor. Mindennek ellene kihívni. Azon itt is is. Valamit nagyon elrontottam benne, mert nem tudtam beállítani, milyen alakú legyen a fúrás. Vágasz. Akkor nem volt benne az a... Igen, Real Intelligence, azt hiszem. Nem tudom, illetve... Izé volt. Izé? Nem izé. Belek, hogy eszembe jutna. Hogy működik? Nem jól használom. Na mindegy. De az a lényeg, hogy megsütöttem egy Steve Kártot. Hát ez megesik. Ó! Sajnos. Nem éveszkedt? Rosszul használtam a gépet és felrobbant előttem. Júj. Most nem a te napod. Nem, ez jó, jó, ez jó volt. Hát legalább láttam, hogy van ilyen is. Nem, csináltuk újra Steve-t. Hát 4 uránium egy rakáson. Az menő. Az igen. Ez nagyon durva volt. Rámész az urániumra, szigor lassan. Hát gyűjtöm. Nice. Most teljesen más ütembe fogok haladni egyébként, mint a másik szeron. Most nagyrészt ez a Steve kártolás, furkálás, sínezés lesz előtérben. Hallott te szigor? Kártam mögötte lévő blokkot. Nere. Hát 100 HP-val nem nagyon ellenfél a játékos neki. Hát annyira aztán... nem. Na szóval kacsa meghalt egy gólemtől. És most hogy is sikerült egészen pontosan? Úgy, hogy mögötte lévő blokkot akartam kiütni, aztán... Megütöttem véletlenül. Miért kell mindig a nagyobbal kikezdeni? Szerintem sem ja. Értem. Pláne ennyivel nagyobbal. Tud, hogy hány kiló vagy. Na. Csináltam újra a stealingotokat. Ez érdekes volt, hogy felrobbant, nem tudom. Lehet, hogy ezért van ott... hogy is hívják? Pendrónál vízzel körbeöntve, meg kell külön hűteni. Ezeket a gépeket. Ez most melyik gép volt? Rotary Craftos? Ez a Rotary Craftos volt, de szerintem rosszul helyeztem el a... magát a... Ez bolond ez a... Már te a Steam-et csináltad? Igen. Ott és felmelegedett és úgy öntöttél rá vizet? Mert akkor az is robban. Nem. Még semmi. Én nem is tudom, hogy külön hűteni kell. Lehet, hogy azért volt neki ott vízbe. Normálnál. Vagy nem normálnál, a Entrunál. Tehát miért a spamról azt látni fogjátok? De nálam mindig. Nincs vízben, tehát nekem láttad csak ott van egy kis cobblestone kocka közepén, alatt egy lava, azt megy. Úgy a lehet, Steam Engine ez? Ja nem Steam Engine, bocs, nem. Ugye, én arra sütőre nem osztom több szint, mindegy. A Steam Engine az hűtést igényel, igen. Tényleg? A Rotary Craftos? Igen, de lehet manuális hűtése is, tehát magyarul az a fajta hűtés, hogy egyszerűen belehelyezed egy mesterséges tubba például. Egyrésztről hűt is, másrésztről meg ugye kell neki a víz. De ez azért vicces, tudod, mert alá meg izé kell, láva kell, nem? Hát a tutoriálban, amit ő linkelt be, abban vízbe van téve. Az egész cucc, igen. Itt de lávát evezek alá rakott, nem? Igen. Igen. Hát igen, amúgy is a Rotary Craftnak a gépeknek a 90%-a az ilyen alulról működő. Azért kell őket össze-vissza forgatgatni. Nem tudom, nagyon bután van kitalálva ez a része, ez nem tetszik. Hát mondjuk ez, hogy köré pakoltuk. Sokkal hűteni, meg fűteni lehet, ez okos? Jaj, mi ez a lag? Jaj! Leestem 7 FPS alá. Nem, abból a szempontból butaság, hogy ő nem tud szépen elhelyezni. Na, mi van már a gépen? Mi ez a 10 FPS? Szigor, csináltál új ajtót? Hova? Na jó, leálltunk fel. Kézis az egyáltalán működik-e nála? Érted, lehet csak össze van rakva, és most jól megszapadott. Vágod? Ups. Na itt vagyok. Jövő.
Wormgear-t használt. És...